Szeretettel, tisztelettel köszöntök mindenkit. Mint Tamásnak természetesen teljesen igaza van, én alapvetően az ELTÉ-s vagyok, csak 90 óta főállásban a Műegyetemen, és a kedves szervezőktől kell való megbeszélés alapján, akiknek ezúttal is köszönöm a kedves meghívásukat, azt beszéltük meg, hogy valami olyan témát mondok, amiben vannak műszaki alkalmazások is, de... De alapvetően azért tiszta matematika lesz, gráfelmélet, síkbarajzolható gráfok, és azért helyel közzel ehhez kapcsolódó más is. Amikor én még általános iskolás, később gimnazista koromban beleszerettem a matematikába, akkor volt néhány olyan dolog, amire úgy rácsodálkoztam, és mai szemmel nézve nem mély dolgok ezek, de például nekem nagyon tetszett az, hogy miközben természetesen bármilyen n nagyobb egyenlő 3-ra létezik szabályos n szög, nem túl meglepő, ugyanakkor mindössze 3-féle olyan szabályos sokszög van, amivel egyenletesen le lehet fedni, parkettázni lehet a síkot, szabályos 3-szöggel, négyzettel, meg szabályos 6-szöggel. A másik ilyen meglepő dolog volt, hogy miközben minden n-re lehet szabályos n-szöget csinálni, aközben a térben szabályos konvex poliéder mindössze 5-féle van, mindannyian tudjuk, tetraéder, kocka, stb. És ha az ember egy kicsit bővebben, tágabban nézi a dolgot, és nem csak a konvex, hanem a konkáv szabályos poliédereket is nézi, tehát ahol változatlanul az áll, hogy a határoló lapok azok egybevágó szabályos sokszögek legyenek, még akkor is csak 5-ről 9-re tudunk jutni, 4 konkáv ilyen van, és ezek már elég komplikáltak ahhoz, hogy az embernek eszébe nem jutna szabad kézzel lerajzolni, de szerencsére Google képkereső az sokat segít az embernek, hogyha akar ilyen ábrákat találni, és ezek már elég komplikáltak ahhoz, hogy művészeket is megihlettek. Például 15. században egy Uccello nevű úriembernek a mozaik padlója a Szent Márk Székesegyházban, Velencében, az egy ilyen konkáv szabályos sokszöget, szabályos poliédert ábrázol, vagy hogy ugorjak néhány száz évet, Eschernek rengeteg olyan rajza van, amelyik szintén ilyeneket tartalmaz. Ez például a Rartekracht, aztán így kell kiejteni, de vannak, akik nálam jobban tudják, nehézségi erőt jelent hollandul. Más képein is szeretett ilyen furcsa lényeket, ilyen testekbe ágyazni, és az egyik holland egyetemnek a kertjében jelenleg is egy ráemlékező szobor, tulajdonképpen egy ilyen konkáv poliéder. Na most mindezeket csak ízelítőnek mondtam, ja még azt azért megjegyzem, hogy kicsit most visszaugrottam megint pár száz évet, hogy Luca, aztán Paciolinak hívták azt a reneszansz úriembert, aki Leonardo jó barátja volt, és ez nagyon termékeny együttműködésük volt. Ő tanította ingyen Leonardót matematikára, és Leonardo cserébe ingyen illusztrálta a műveit. Ez a illusztráció a könyvéből, ez is Leonardótól származik. Na most, ha visszatérünk erre a eredeti ábrára, ott már mindjárt mondani fogom miért, bejön az, hogy a szabályos poliéderek körében valamiféle dualitás fogalmat észrevettek, és aztán némi ugrással a világban, időszámítás előtt 500-tól egészen a 20. század második feléig nagyon sok érdekes dolog történt, részben a sígráfok dualitása és ehhez kapcsolódó dolgokban, részben ezek műszaki alkalmazásaiban, ezeket szeretném valahogy összefoglalni. Tehát az első dolog valószínűleg, mint egy 2500 éves, hogy amikor az előbb már idézett tételt először az ókori görögök bebizonyították, tehát, hogy mindössze 5-féle szabályos test létezik, szabályos konvex poliéder. Hát ezt ugye Plátonnak tulajdonítják egyesek, angolul platonic bodies-nak hívják az 5 szabályos testet, de azért az biztos, hogy már sokkal korábban Pitagorasz is valamennyire tudta, és hogy pontosan ki bizonyította be először, ezt őszintén nem tudom. Ami neveket még találtam, azokhoz viszont képeket nem találtam. Úgyhogy ezért ezt a két képet vetítettem ki. Minden esetre már az ókori görögök, amikor bebizonyították, hogy ez az 5 szabályos test van, azt hiszem, hogy már tudták azt, hogy amennyiben valamelyik szabályos testnek a határoló lapjainak a középpontjait megjelölöm,
és a szomszédos lapok középpontjait összekötöm, akkor egy új szabályos testet fogok kapni. Tehát például a kockának a határoló lapjait, ha összekötöm, a szomszédosokat, határoló lapjainak a középpontjai kiválasztom, és a szomszédosokat összekötöm, akkor a kockából az oktaéderhez jutok, és az oktaéderből vissza a kockához. Hasonlóképpen a dodekaéder és az ikozaéder egymásba mennek át. A tetraéder, a szabályos tetraéder pedig önmagának lesz a duálisa. Ez már egész jó régen ismert dolog volt. Itt egy kitérőt tennék, ez egy számomra új dolog, ezt Tasi Gergőtől tanultam, hogyha az ember megnézi azt a bizonyítást, amit mondjuk a hajós könyvben mindannyian tanultunk valamikor nagyon régen, hogy hogy jön ki, hogy csak ez az öt test lehetséges. Ott a bizonyításnak van egy olyan kulcslépése, ahol valami olyasmi szerepel, hogy n-2-ször n-2 kisebb, mint 4, ahol az n és az m közül az egyik azt jelenti, hogy hány oldalúak a szabályos sokszögek, a másik pedig azt, hogy egy csúcsban hány sokszög találkozik, és hát természetesen egész számok körében ez csak úgy lehet kielégíteni, pozitív egész számok körében ez csak úgy lehet kielégíteni, ha vagy 2x1, vagy 1x2, vagy 3x3, az így jön ki az az öt lehetőség, amit aztán tényleg elemezni kell, hogy ezek tényleg létező megoldások. Na ezt tudtam, de amire Gergő hívta fel a figyelmemet, hogy amennyiben ide kisebb egyenlőt írok, és megnézem, hogy ez mennyivel növeli a lehetőségek számát, akkor meg pont az a három lehetőség fog még előjönni, ami a síknak a parkettázása egybevágó szabályos sokszögekkel. Tehát érdekes módon ez a két dolog egymással is valamilyen értelemben összefüggésben van. Ugorjunk vissza a előbbi kérdéshez. Tehát amikor a dualitás elvének a történelmét végig gondolja az ember, akkor valahol az ókori görögökkel kell tehát kezdeni. Utána jó sokat ugrani kell, és én amit találtam legközelebb, az természetesen az analitikus geometria kezdetei. Hát nem olvastam el ezt a impozáns francia monográfiát, amit Descartes írt, de az minden esetre, ha az embernek az eszébe jut, főleg, hogyha nehogy Isten tanítja is a sík és a tér analitikus geometriáját, hogy mi annak idején nagyon sokat kínlottunk azzal, amikor én tanultam gimnáziumban a sík analitikus geometriáját, akkor ugye olyasmi volt, hogy egy egyenesnek az volt az egyenlete, hogy y egyenlő mx plusz b, és akkor az m volt a meredekség, és a meredekség és a merőlegesség feltétele az volt, hogy az egyik egyenesnek a meredeksége az a másik egyenes meredekségének a negatív reciproka, ezt így be kellett vágni. És természetesen ez nagyon jó, kivéve ha az m az nulla, mert akkor persze az egésznek nincs értelme, és általában is mindig kivételek voltak a viszintes és a függőleges egyenesek, ráadásul a függőleges az még kivételebb volt, mint a viszintes, mert annak még valami függvény sem felelt meg. Úgyhogy én nagyon nagy örömmel tanultam meg a gyerekem könyvéből, hogy mostanában ezt már nem így tanítják, és van normál vektor, meg irányvektor, meg ilyesmi, és amennyiben azt mondom, hogy a-szor x plusz b-szer y egyenlő c lesz egy egyenes egyenlete, itt is kell valami kivételt tenni, mert ugye a és a b közül legalább az egyik ne legyen nulla, és akkor két egyenes akkor merőleges egymásra, mondjuk egy ax plusz b, nagy by egyenlő nagy c, ez egy másik egyenes egyenlete, és akkor ugye a merőlegesség feltétele az, hogy kis a-szor nagy a plusz kis b-szer nagy b legyen nulla, tehát az a kis a b és a nagy a b vektorok merőlegesek legyenek egymásra. Nyilvánvalóan ez specesetként tartalmazza ezt, mert valami olyasmiről van szó, hogy van az 1 és a mínusz m, és a másik oldalon meg van az m és az 1, és akkor ez a két vektor természetesen merőleges egymásra, csak éppen ez jobb, mert nem kell spekulálni azt, hogy eltűnő esetekkel. Na erre majd még vissza fogok térni, igazából ennyit fogok felhasználni Descartesból, és meglepően komplikált következményei lehetnek még ennek. Igen, tehát hogy mikor merőleges két egyenes. Ugorjunk tovább, 19. század első felében volt egy másik francia, Lhuillier nevű úriember, aki tulajdonképpen az volt a célja, hogy új bizonyítást adjon
Eulernek a híres poliéder tételére, ezt ugye Euler körülbelül 100 évvel korábban bizonyította be, hogyha van egy konvex poliéderem, akkor a lapok száma plusz a csúcsok száma az éppen kettővel több, mint az élek száma. Hát ezt legtöbben gondolom a hajós könyvből úgy bizonyítottuk be, hogy felrobbantottunk gátakat, meg ehhez hasonló. Az egyik műegyetemi kollégám az azzal humorizált mindig, hogy ahogy van teljes indukciós bizonyítás, meg indirekt bizonyítás, meg ilyesmi, ezt a tételt a terrorizmus módszerével bizonyítjuk be, és ez elég nagy sikerrel járt. Na minden esetre Lullier egy másfajta bizonyítást adott, a részletekben nem akarok belemenni, de tulajdonképpen azt a gondolatot, amit terrorista módszerrel is el lehet mesélni, hogy mi alatt ugye víz alából tesszük az összes medencét, és nézzük, hogy mentünk lépésről lépésre, amíg mindenhova eljutunk, és ezáltal hány gátat robbantottunk föl. A maradék, megmaradt gátakról ugye bebizonyítottuk, hogy azok pedig egy fát alkotnak abban a poliéder élhálójának a gráfiában, és akkor a két gráfa együttes vizsgálatával jutottunk el a Euler-féle poliéder tételhez. Ezt kicsit másképp, de nagyon hasonlóan csinálta Lullier is, és annyiban különböző, és az volt ebben a plusz, hogy így módon ő teljes általánosságban a konvex poliéderek duálisát definiálta, ókori görögök csak a szabályos poliéderekre mondtak valamit, és itt már föl lehet ismerni F plusz S egyenlő A plusz 2, tehát a lapok és a csúcsok számának az összege az a élek számának a élekszáma plusz 2, ezt ő már teljes általánosságban csinálta. Ezzel tehát már eljutottak egy olyan pontig, amit máig is használunk, és akkor egy váratlan megerősödés jött, hogy közben elkezdték a 19. század közepén színezni ugye a gráfokat, a térkép színezés, ami a híres négyszintét sejtéshez, majd ötszintételhez vezetett, ott majdnem ugyanezt csinálták, azt mondták, hogy ha van egy síkbarajzolható gráfom, vagyis egy térképem, ahol az egyes tartományokat országnak nevezem, baloldali ábrán van egy kék ország, egy sárga ország, egy zöld ország, amik együtt a piros országot határolják, stb., akkor sokkal okosabb minden ország középpontjába fölvenni egy pontot, és definiálni valamit, amit a duális gráfnak nevezünk, tehát az új gráfnak a pontjai, a régi gráfnak az országai, a piros országnak egy piros pont felel meg, a zöld országnak egy zöld pont, stb., és két pontot akkor kötök össze illel, hogyha a megfelelő tartományok szomszédosak voltak. Ezáltal áttérek az eredeti gráfról a duális gráfra, és ennek mondjuk térképszínezés szempontjából az a nagy előnye, hogy amikor rajzolok ábrákat, például, hogy megpróbáljam bebizonyítani a négyszintételt, ami aztán nem sikerült, ugye közismert, hogy vagy 50 évig tartott, amíg rájöttek arra, hogy amit négyszintételnek hittek, az igazából csak ötszínre működött. Akkor jöttek rá a 19. század végén, hogy a négyszínsejtés az valami nehéz dolog. Nos, minden esetre így megvan az előnye, hogy nem színezni kell, satírozni kell területeket, hanem egyszerűen pontokat kell csak színezni. Ma egész egyszerű módon bizonyítjuk be egy elsőéves egyetemi előadáson az ötszintételt. Ugyanakkor annak idején, amikor nem pontokat színeztünk és szomszédos élek mentén változtattuk a színeket, hanem tartományokkal csinálták, meglehetősen komplikált volt az illusztráció. Ez az illusztráció konkrétan a Amerikai Matematikai Társulat újságjának a 2004-es számlának a címlapja, sajnos nem tudtam úgy reprodukálni, hogy a színek is látszódjanak rajta, nem voltam elég ügyes számítástechnikailag. Minden esetre jól lehet látni, hogy amikor Heawood bebizonyította, hogy Kempe hibásan bizonyított, akkor annak az illusztrációja során milyen komplikáltan kellett újabb és újabb tartományokat átszínezgetni, meg minden egyéb. Ma ezt mennyivel egyszerűbben tudjuk elmondani, amennyiben a duális gráfban gondolkodunk. Egyébként csak illusztrációként arra, hogy mennyire nem tudták még a 19. század második felében, hogy a négyszintétel mennyire nehéz. Jó, tudták, hogy volt valami hiba Kempének a bizonyításában, hát majd kijavítja valaki. Hogy mennyire nem tudták, hogy ez egy nehéz dolog, valamikor az 1870-es években az egyik skót, ilyen bentlakásos fiúgimnáziumnak a matek tanára a nyári szünetre feladta a diákoknak, hogy bizonyítsák be a négyszintételt.
Még azt is hozzátette, hogy össze kell beadni, szíveskedjenek tömören fogalmazni, legfőjebb 6 oldal lehet plusz ábrák, vagy valami ilyesmi. Na most, aki olvasott a Népszintétel történetéről, az tudja, hogy sok 1000 oldalba telik leírni, ha valaki le akarja írni azt a bizonyítást, ami az 1970-es évek második felében sikeredett. Na, ugorjunk egy kicsit tovább. Minden esetre itt már akkor meg tudjuk fogalmazni a gráfok dualitását. Tehát arról van szó, hogyha egy síkba rajzolható gráfot lerajzolok, akkor a lapok a duális gráfban pontoknak felelnek meg. Két pontot akkor kötök össze illel, ha a lapok szomszédosak voltak, tehát az eredeti gráf illei az új gráfban illeknek felelnek meg. Ami egy szép dolog, hogy a köröknek a gráfban vágások fognak megfelelni. Na mi az, hogy vágás? Erre szánjunk egy pillanatot, mert ez nagyon fontos lesz. Tehát amennyiben volt egy kör a gráfban, akkor a duális gráfban megfelelő élek, azok egy vágást alkotnak, vágásnak egy olyan élhalmaz nevezek, ami egyrészt azt tudja, hogy ha elhagyom a vágás éleit, akkor szétesik a gráf, de minimális ilyen tulajdonságú rendszer, tehát ha csak egy részét hagynám el az éleknek, akkor még nem esne szét. És ki lehet próbálni tulajdonképpen a hajósféle robbantásos vagy terrorista bizonyításból, igazából benne van implicite az, hogy a feszítő fáknak a duális gráfban éppen feszítő fa komplementere fog megfelelni. Szóval amikor áttérek gráfról a duálisára, csak síkba rajzolható gráfra érvényes, amit mondok, akkor egy ilyen szótár van, lefordítom a pontot lapra, a lapot pontra, a kört vágásra, a fát fa komplementerre. Ezeket a dolgokat már a 19. század közepe felé két teljesen különböző helyen a műszaki életben is alkalmazták. Az egyik a statika, erről nagyon röviden szólnék csak két szót. Volt egy Luigi Cremona nevű itáliai építész, aki vizsgálgatta azt, hogy a rúdszerkezetek egyes rúdjaiban milyen erők ébrednek, amennyiben terheljük azt a rúdszerkezetet. Nem kell többet tudni ehhez fizikából, mint azt a trivialitást, hogy egy pont akkor marad nyugalomban, ha a ráható erők egyensúlyban vannak. Tehát mondjuk most csak egy síkbeli szerkezetről beszélek, érdemes megnézni a fönti bal felső pontot, ugye akkor marad egy pont egy helyben, ha az a ráható esetünkben 6 darab erőnek a vektoriális összege nulla lesz. Természetesen ez ekvivalens azzal, hogyha ezeket a vektorokat nem ugyanabból a pontból mérnénk föl, hanem egymás után, akkor ennek a vektor sokszögnek záródnia kell. Ez pont azt jelenti, hogy az erők összege nulla. Vegyék észre, hogy tulajdonképpen tisztán gráfelméletből, ha valaki ránéz erre, akkor a jobb oldali ábra olyan, mint egy kör, a bal oldali olyan, mint egy vágás. És tulajdonképpen ezt a párhuzamot fejtették meg, és vizsgálgatták tovább Cremona és mások, és létrehozták egy olyan fogalmat, hogy amennyiben van a rúdszerkezet, amelynek az egyes rúdjainak van geometriai iránya, akkor a bennük ébredő erők geometriája egy másik gráfot fog létrehozni, és ami itt látható azon a jobb oldali ábrán egy kicsit bonyolultabb példa, hogy egy konkrét híd rúdjaiban milyen erők ébrednek, gyakorlatilag azt lehet csinálni, és ezt azóta is Cremona diagramnak hívják az építőmérnökök, hogy egy rúdszerkezethez és a konkrét terheléséhez együtt rajzolnak egy másik gráfot, amelynek az élei az egyes erők lesznek a egyes rudakban, és bizony pont az fog kijönni, hogy a felső gráf körei az alsó gráf vágásai, és viszont kicsit pontosítani kéne, ebbe nem akarok belemenni, ez még ma is tanítják, és keményen szigorlati anyaga a építőmérnököknek a műegyetemen. Azt mondják a statikus kollégák, hogy igaz, hogy ma már az emberek nem körzővel, vonalzóval rajzolgatnak ilyen bonyolult ábrákat, hanem számítógépes módszerek vannak, de amelyik építőmérnök nem tud megcsinálni egy Cremona diagramot, az nem érzi, hogy most melyik rúdban milyen erők ébrednek, akkor megeszi a fene a dolgot, hogy más nem mondja, nagyon nem mindegy, hogy egy rúdban húzóerő vagy nyomóerő ébred, tehát hogy az a vektor, ha már tudom az irányát és a hosszúságát, akkor még mindig kell tudnom, hogy erre vagy erre mutat. Ezt a fajta érzését a statikának, ezt ma is ezeknek a Cremona diagramoknak a kézzel rajzolásával próbálják mérni. Tehát ez az egyik terület, egyébként megjegyzem, hogy a kontinensen hívják ezt Cremona diagramnak, az angolok azok Maxwell diagramnak hívják, és azt, hogy most Maxwell és Cremona közül ki csinálta előbb, és függetlenek voltak-e, ebben nem tudok állást foglalni. Általában az angolokkal zűr van, aki tudja, hogy
Newton és Leibniz között micsoda viszályok meg egyebek voltak, annak nem kell többet mondani erről. Na, a másik nagy terület a villamosságtan, ahol szintén bejött ez a dualitás fogalom, méghozzá igen hamar. Kirchhoff volt ugye az, aki vizsgálta azt, hogy ha összekapcsolok alkatrészeket egy hálózatba, akkor milyen áramok fognak folyni az egyes alkatrészekben, milyen feszültségkülönbségek mérhetők az egyes alkatrészek két lába között. Az első észrevétele az volt, hogy az alkatrészek összekapcsolását egy gráf írja le. Ez nem volt egy magától értetődő észrevétel, akkor ez igaz volt, ma persze megint nem igaz, mert ma már nem csak kétlábú alkatrészek vannak, mint tekercsek, kondenzátorok, ellenállások, hanem van mondjuk háromlábú tranzisztor, vagy négylábú transformátor, vagy százlábú ilyen csipek, meg minden egyéb. De akkoriban ez tökéletesen igaz volt, tehát az az ötlet, hogy egy gráffal modellezzük az összekapcsolást, ez volt nagyon fontos, és ezek után a feszültségek viszonyait a gráfok köreivel lehet leírni, mert ugye kör mentén a feszültségek előjeles összege nulla, ez az egyik Kirchhoff törvény, és az áramok kapcsolatait pedig a vágásokkal, mert a vágások mentén meg az előjeles összege az áramoknak lesz nulla. És akkor így szépen ezek segítségével felírjuk az egyenleteket, és ki lehet fejezni mondjuk minden áramot, feszültséget a források feszültségeinek, áramainak függvényében. Tehát Kirchhoffnak ez volt a két nagy észrevétele, hogy a hálózat gráfjának a körei mentén a feszültségek előjeles összege nulla, a vágások mentén pedig az áramoké. Egyébként a születésén, halálának a 100. évfordulójára, amikor akkor még nyugatnémet volt ilyen külön fogalom, posta kibocsátott egy emlékbélyeget, ott is, ha valaki figyelmesen megnézi, a Kirchhoff-féle csomóponti törvény és Hurok törvény található a kép jobb oldalán. Na tehát még egyszer külön kiemeltem ezeket a szavakat, hogy a két Kirchhoff törvény ugyanaz, ha a körhelyére vágást, vágás helyére kört írunk, és gondolom mindenki kitalálta, hogy miért hangsúlyozom ezt ki. Ez is abban a szótárban, ugye a kör és a vágás felelt meg egymásnak, tehát természetes ötlet azt mondani, hogy akkor az áram és a feszültség is egymásnak felel meg. És így jutottunk el a villamos hálózatok dualitási elvéhez, ami azt fejezi ki, hogy ha van egy villamos hálózatom, aminek a gráfja véletlenül síkba rajzolható, tehát van értelme a duális gráfról beszélni, és szisztematikusan fölcserélem a feszültségforrásokat áramforrásokkal, tekercseket kondenzátorokkal, ellenállásokat a reciprok akkora ellenállással, mert ugye U egyenlő R szer I az Ohm törvény, ha föl akarom cserélni az U-t és az I-t, akkor a R-et is reciprokával kell helyettesíteni. Tehát ha így elkészítek egy új hálózatot, amit a régi duálisának nevezem, akkor ki lehet mondani mindenféle szép tételeket, hogy akkor és csak akkor oldható meg a hálózat egyértelműen, ha a duálisa, ha tekercsek, kondenzátorok is vannak, magyarul differenciál egyenletekkel kell leírni a hálózatot, akkor ugyanannyi rendű differenciál egyenlet fogja leírni az egyiket, mint a másikat. Ezeket a tételeket a villanykaron mondjuk a műegyetemen lelkesen dualitási tételnek mondják, de ha egy matematikus kicsit kritikusan nézné a dolgot, akkor inkább azt mondaná, hogy dualitási elv. Tudnék, mi a bizonyítása ezeknek a tételeknek? Hát teljesen triviális. Egyszerűen arról van szó, hogy ha áttérek a feszültségforrásról, áramforrásra, stb. Stb., akkor fölcseréltem az U és az I betűket. Hasonlóképpen áttérek a duális gráfra, akkor nem a körök, hanem a vágások mentén írom föl az egyenleteket. Ha közben az U betűket átírom I betűkre, ugyanazokat az egyenleteket kapom. Szóval magyarul ugyanaz az egyenletrendszer van a kettőnek, csak föl kell cserélni a betűket. Megint egy kis nosztalgia, emlékszem, hogy 8. általánosban a matek tanárom állandóan leszúrta azokat a diákokat, akik azt mondták, hogy ez az ismeretlen, vagyis az X. És állandóan magyarázta, hogy tök mindegy, hogy milyen betűvel jelöljük az ismeretlen, csak az a lényeg, hogy mindig ugyanazzal. Hát mérnöknek nem mindegy, hogy U vagy I. Egy mérnök nyilván megbuktatná azt a diákot, aki az Ohm törvényre azt mondaná, hogy U egyenlő R szer I helyett, hogy I egyenlő R szer U. Holott matematikában csak ugyanarról van szó. Két mennyiség között egy homogén lineáris kapcsolat van. Hogy mi a fizikai tartalma az együtthatónak, az egy másik kérdés. Tehát amit a villamosmérnökök dualitási elvnek, vagy tételnek neveznek, az igazából nevezhetjük dualitási elvnek, tulajdonképpen matematikailag triviális.
Hogy egész precíz legyek, azért egy pici dolog még hiányzik, mert én csak arról beszéltem, hogy a gráfnak mi a duálisa, itt irányított gráfok vannak, hiszen előjeles összeg van, tehát meg kell mondanunk azt, hogy hogyan kell egy irányított gráf duálisát képezni, vagyis a duális képzés után hogy kell megirányítani az új éleket. Nagyon egyszerű szabály, amennyiben mondjuk a függőleges kék él van az eredeti gráfba és lefelé mutat, akkor a szaggatott viszintes kék él irányát úgy választom meg, hogy a simából a szaggatottban mondjuk mindig pozitív forgás irányjal jöjjek. Tehát ezért felhasználtam a síkbarajzolhatóságot, tehát nyilvánvalóan ez egy egyszerű dolog. Semmi más nem kell, ez már garantálja azt, hogy a irányított körnek irányított vágás fog megfelelni, és így tovább. Szóval tulajdonképpen semmi más nincs, ez egy teljesen triviális dolog. Magyarul úgy is mondhatnám más szóval, hogy amikor a síkbarajzolható gráfhoz vettem a duálisát, akkor azt a szótárt folytattam villamosságtani szavakkal, az áramnak feszültség felel meg, és így tovább. Ez volt a tudomány állása, ha úgy tetszik, Kirchhoff idején, 1847-ben már, de tulajdonképpen a 20. századig ezt nem nagyon bolygatták, holott közben bejött egy csomó olyan alkatrész, ami nem kétlábú, hanem sokkal több, akkor nincs értelme gráfról beszélni, vagy legalábbis olyan direktben, mint Kirchhoff idején nyilván nincs, mert az alkatrészeknek, ha nem két lába van, hanem három, akkor az már nem egy gráf éle. Lehetne valami hipergráfos szöveget mondani, de nem így szokták ezt vizsgálni a villamosmérnökök. Tehát amennyiben bonyolultabb alkatrészeket is veszek, mi lesz annak a duálisa, mi lesz a szótárban a hiányzó helye? Mi az, hogy lineáris n-kapu? Ez a közönséges kétlábú alkatrésznek az általánosítása, ahogy U egyenlő R szer I ohm-törvény szerint az ellenállás, úgyha nekem több kapum van, mondjuk n darab, mindegyiken mérek feszültségeket és áramokat, akkor két n darab ismeretlenem van, U1, U2, stb. UN, hasonlóan I1, I2, IN, és ha ezen összesen két n darab mennyiség között n darab lineárisan független egyenlet van, vagy más szóval felírok egy ilyen A plusz B egyenlő nullát, ahol az AB egy olyan mátrix, aminek N sora két N oszlopa van, és a rangja is N, tehát az egyenletek függetlenek, ezt nevezem akkor általában N kapunak. Például az ideális transformátort mindenki ismeri, amikor bedugja a mobilját tölteni, akkor az a kis vacak, amit bedug, az egy transformátor, mert ugye a 220 voltból csinál valami kisebbet, tehát a második oldal feszültsége az első feszültség konstanszorosa, és közben az energiamegmaradás miatt az áram van, meg éppen fordítva van. Tehát két egyenlet van a négy ismeretlen között, ez egy két kapu, ezt már a 19. században ismerték. Majd fogok még egy példát mutatni egy másfajta két kapura, de egyébként mindenki el tudja képzelni, hogy miről van szó. És akkor formálisan ezt is fölírhatnám úgy, hogy egy ilyen kétszer négyes mátrixsal, legfeljebb ez bonyolítja egy kicsit a dolgot, mert mindenki, enélkül már mindenki értette, ezzel együtt fölöslegesen bonyolult. Na mostan, visszatérek egy pillanatra ahhoz, amit már Descartes csinált, az egy mínusz M-nek arra merőleges az M1. Ezt általánosíthatjuk akárhány dimenzióra. Ha van egy olyan mátrixom, ami úgy kezdődik, hogy egy egységmátrix, és utána folytatódik valahogy, és ezt a folytatást, ezt negatív transzponáltal írom, és kiegészítem egy persze egészen másfajta méretű egységmátrixszal, akkor azt kapom, amit úgy hívnak a linealgebrában, hogy egy altér ortogonális komplementere. Hát ez az, amit normálisan középiskolában azt mondjuk, hogy egy egyenesre egy egyenes merőleges a síkban, de a térben már egy egész sík merőleges rá, és hát általában n-dimenziós térben, ha van egy k-dimenziós alterem, akkor azok a vektorok, amik ennek az k-dimenziós alternek minden vektorára merőlegesek, azok egy n-k-dimenziós alteret alkotnak, és hát így lehet egymásból megkapni őket. És tulajdonképpen, ha most én általánosítani akarom a Descartes-i gondolatmenetet, és azon gondolkodom, hogy egyébként tovább lehet vinni mátrixokról, matroidokra, de ezzel nem akarok foglalkozni, és ha most meg akarom gondolni, hogy mi lesz akkor a duális alkatrésze egy transformátornak, akkor úgy kéne eljárnom, hogy keresek két újabb egyenletet, ami egymásra is ortogonális, meg a két felsőre is. Hát könnyű kipróbálni, hogy az alsó kettő az ez lesz. És akkor visszaírom, hogy na most milyen két kapu volt az, aminek ez a mátrixa, és kapok egy újabb egyenletrendszer. Így jár el egy matematikus. Ezzel szemben hogy jár el egy mérnök?
Azt mondja, hogy fogalmam sincs, hogy mi az a halandzsa, hogy ortogonális komplementerek. Én egyszerűen csak fölcseréltem az új és az i betűket, és jé, ugyanazt kapta. Minek fontoskodnak a matematikusok? Na most ez volt a tudomány állása az 1960-as, 70-es években is még, és igazából senki se vizsgálta, hogy ez a két dolog most tényleg mindig ugyanaz, vagy véletlenül ugyanaz. Más szóval, hogyha visszatérek arra a bizonyos ábrára, a jobb alsó sarok még ott hiányzik, mit kell odaírni? Cseréljük fel az U és I szerepét, vagy képezzük ezt, hát én röviden úgy írtam, hogy matroid elméleti duális, de mindenki érti ezt a Descartes-nál, már tulajdonképpen megvolt ez a gondolat, függetlenül attól, hogy a matroidokat csak a 1930-as években definiálták, az egy általánosítása ennek, de itt igazából nem használjuk ki. Na, tehát akkor most a két dolog ugyanaz vagy nem ugyanaz. Egy japán kollégámmal, Masao Irivel vizsgáltuk ezt a kérdést, és 1980-ban észrevettük azt, hogy erre a kérdésre az a válasz, hogy általában nem ugyanaz. Bizonyos alkatrész osztályokra ugyanaz, ezeket hívják a hálózatelméletben reciprok hálózat, alkatrészeknek, majd mindjárt mondom mi az, de általában nem. És hát akkor a teljesség kedvéért ezt nevezik reciprok alkatrészeknek. Megjegyzem, hogy az egész fólia sorozatot bárkinek szívesen átlövöm egy PDF-fájlban, aki küld egy e-mailt, tehát ha valakit érdekelnek a technikai részletek, akkor rendelkezésükre áll. Nem érdemes ezt elolvasni, szemléletesen valami olyasmiről van szó, hogy akkor reciprok egy alkatrész, ha hát mondjuk, ha ezen a kapun beadok 10 volt feszültséget, és nézem, hogy itt 3 amper áram ébred, akkor igaz-e az, hogy ha fordítva itt beadok 3 ampert, akkor itt 10 volt fog ébredni, vagy nem? A transformátor az tipikusan ilyen, mindenki tudja. De például egy erősítő, hogy egy másik olyan berendezést mondjak, amit mindenki használ, az biztos nem ilyen, mert hogyha valaki itt elkezd zenélni, akkor itt elkezd remegni a hangszóró, de hogyha a hangszórót rázná valaki, akkor itt nem szólna a zene. Most nagyon primitíven mondom, de körülbelül ez a különbség egy reciprok és egy nem reciprok fogkapu között. És az derült ki, hogy amennyiben nem reciprok alkatrészeket veszek, akkor nem fog működni ez a dolog. A legegyszerűbb példa, hogyha veszek egy úgynevezett feszültségvezérelt feszültségforrás, tehát a második kapu feszültsége ugyanúgy konstanszorosa az elsőnek, mint a transformátornál, de az első kapunak az árama mindig nulla, a második kapunak az árama meg majd adódni fog abból, hogy hogy van belekapcsolva az egész hálózatba. Ezt hívják feszültségvezérelt feszültségforrásnak, vagy műveleti erősítőnek, mindegy. Ez a legegyszerűbb modellje azoknak a tényleges erősítőknek, amik egy, mit tudom én, diszkóban vannak. Na, ha ennek megvizsgáljuk a feszültség és áram felcserélésével kapott alkatrész párját, az nyilván egy áramvezérelt áramforrás lesz. Ha viszont megcsináljuk a matroidos duálist, akkor meg ki fog derülni, hogy az is egy feszültségvezérelt feszültségforrás, csak a kapukat cseréli föl. Ez a legegyszerűbb példa arra, hogy bizony nem lehet összehúzni a két fogalmat, tehát röviden úgy lehet összefoglalni, hogy azt vettük észre Irivel, hogy igazából a villamosságtanban kétféle áramfeszültség szimmetria van, ami csak véletlenül esik egyben a reciprok alkatrészekből álló hálózatban, de általánosságban nem. Hát van még néhány fóliám, hogy 80 óta mi történt, de ezt talán átugornám, és köszönöm a figyelmet. Igen, a 1920-as, 30-as években, amikor már nagyon sok mindent tudtak a villamosmérnökök, gondoljatok arra, hogy például már voltak tenger alatti kábelek Európa és Amerika között, és a különféle zajoknak a kiszűrése, raffinált szűrők, meg ehhez hasonlók, nagyon komplikált dolgokat kellett már tervezniük a háború előtt is a villamosmérnököknek, és akkoriban valamennyire ezt használták. Ugye mindaz, amiről én beszéltem, az a hálózatelméletnek a analízis része, tehát hogy valaki felrajzolja a hálózatot, és próbáljuk kiszámolni, hogy milyen áramok, feszültségek vannak benne. Az igazi mérnöki feladat az a fordítotja, a hálózat szintézis, hogy valaki megmondja nekem, hogy mit kéne, hogy tudjon az a hálózat, és tervezzen meg. És emiatt a
az egy nagyon fontos dolog volt, hogy hát ha ezt én még nem tudom megtervezni, de megfelcserélem a feszültségek áramuk szerepét, megnézem, hogy hát ha ezt már valaki megoldotta. És ha megoldotta, és véletlenül a hálózat gráfja síkba rajzolható, akkor már is megoldottam az új feladatot is. Tehát ilyenfajta dolgok szűrőtervezéseknél például voltak a két világháború között, amennyire tudom. Hát nem vagyok szakértője a törvénynek, de... Még azt kell tenni, és ha nem síkba rajzolt a gráf, akkor semmiféle dolgot nem lehet általánosítani, vagy... De igen, a matroid elmélet többek között éppen arról szól, hogy ha egy gráf nem síkba rajzolható, akkor is lehet a duálisát értelmezni, csak az már nem lesz gráf. Kicsit hasonlóan ahhoz, ahogy ezzel mindig meg lehet hülyíteni az első éves hallgatókat, ezt tudom ajánlani a többiek figyelmébe is. Mondok három állítást, minden valós szám egyben komplex is, ugye? Minden komplex számból lehet gyököt vonni, de a valósak közül csak a pozitívokból lehet. Nincs itt ellentmondás? Persze, hogy nincs, a negatívaknakból lehet gyököt vonni, csak nem a valósok körén belül, az már kivezet a valós körből. Hát ugyanígy van ez is, minden gráf matroid, minden matroidnak van duálisa, a gráfok közül csak a síkba rajzolhatónak van. Nincs ellentmondás, mert a nem síkba rajzolható gráfnak a duálisa, az valami olyan matroid fogalom, ami már nem reprezentálható gráfokkal. Tehát ebben az értelemben a síkba nem rajzolható gráfoknak nagyon szép duálisa van, csak az már nem gráf. És valamennyire alkalmazhatók, mert szó nincs arról, hogy a villamos hálózatokban az áramok, feszültségek függetlenségi viszonyait mindig le lehetne írni gráfokkal. Matroidokkal viszont mindig le lehet.